most megvettem 7 évre a rossz szerencsét. Nem egy szerencsés dolog. De itt az ideje a következő mocsok mesécskének, rémületes gyűjteményemből, ebből a történetből sokan tanulhatnak. Mesét hallanak a kapzsisáról és a halálról, és egy lányról, aki megtanulta, hogy a szépség csak egy súlyos vétség. Helyes, Cuki baba. Tudtam, hogy megértjük egymást. Igen, sajnálom, hogy olyan undok voltam. Ó, nincs semmi baj. Mit szólnál egy kis hetyegéshez a papával? Netán beszélhetünk is az üzletben. Hát persze. Beszéljünk, de gyorsan. Mi a francom veled? Ide az ékszerekkel. Te teljesen megőrült. Ide a kibaszott ékszereiddel. Jó, rendben. Itt van, tessék. Figyelj, én nagyon jól tudom, hogy ezekkel úgy sem jutsz. Az órát is. Ne, az órát azt ne kérlek. Na mi van, kérvény, nyújt csak be. Gyorsan ide az órát. Nem hiszed, hogy lepuffantalak? De, látom, hogy képes vagy rá. Nesze, itt van. Csak zsúg! Ahogy mondtam, csak egy kis üzlet. Raven! Szabadúszó lettél, drágám! A fenébe! Honnan szerezte ezt a holmit? Baleset érte az egyik jó barátomat. A vonat levágta a fejét. Tényleg? Átkozott péreg! Nem gondoltam, hogy a tinik bálványa. Na, milyen az áru? Add még 2 hónapot, vagy kiváltatom ezekért a cuccamat, ha? Kap 4 hónap haladékot, meg valami készpénzt, de ezeket sose tudom eladni. Ezt meg hogy értsem? Úgy, hogy ezt az órát nemrég ellopták, és nem akarok lebukni miatta. Keresnem kellene valakit, aki beolvasztja ezt a sok szart, amit idehoznak. Tudja maga, hogy mit beszél? Ez egy 15 000 dolláros óra, látja, gyémántok? De lopott! Lopott, az biztos. És mehet reklamálni a sóhivatalba. Én nem akarom ezeket a vackokat. Nem érdekelnek az ócska ékszerei és az undok hazugsága is, se menjen a francba. Dögöljön meg. Várjon. Várjon. Na mi van? Meggondolta magát? Továbbra se érdekelnek a kacatjai. De azért van valamije, ami engem mindennél jobban érdekel. Sajnálom, Tata, de visszavonultam az üzleti élettől. Ne. Nem arról beszélek, hanem a szépségéről. A szépségemről? Na ne hűítse, mert röhögnem kell. Jézus. Várjon. 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 Magyarázza csak el. 10 lepedőt ad, hogy mintát vegyen az arcomról. Nem az arcáról. A szépségéről. Jó, értem. És 4 hónap múlva nyerhetem vissza a szépségemet, ha majd akarom, he? Így van. Maga eltitkol valamit. A legtöbb ember nyílt lapokkal játszik. De maga... Jól van, ezt tartsa egy ideig. Remélem, nem klausztrofóbiás.
Let him, Maci. Aida, Wido. Itt az idő, szerelmem. Hamarosan. Nem sokára. Újra velem leszel. Úgy tündököl majd a szépséged. Üdvözöljük a partin. Hello. Szép jó estét. Itt minden a magáé. Uh-huh. Az élet nehéz. Én kibírom. Nem akarom elrabolni a vendégeitől. Ahogy megláttam magát, rögtön úgy tűnt, hogy sokkal érdekesebb nálunk. Ez úgy hangzik, mint egy olcsó szexuális ajánlkozás. Bocsánat. Azt akartam, hogy költségesnek hangozzék. Nem gondolja, hogy csúnya dologot hagyni a barátnőjét egy másik nő miatt? Ugyan ki hagyta ott? Mi nem is ismerjük egymást. Ez igaz. A nevem Sylvia Vane. Mint a ké, csak van egy enn a végén. Én Ronnie Price vagyok. Mint ahogy mindenkinek van neve. Nem látszik rajta, de félek, hogy Miss Angyalhajú kezd rosszat gondolni. Pedig amire én gondolok, abban nincs semmi rossz, sőt. Maga megőrült. Csak nem tud érdekelni. Nem gondolja, hogy durva dolog megütni a házigazdát, majd szó nélkül távozni? Köszönök minden, Mr. Price. Nagyon szép a lakása. Jó éjszakát. Várjon. Csak egy dolgot kérdezek magától. Mondja, miért jött ide? Itt még sosem jártam. Nézze, eljátszuk a kisded játékainkat, ezt maga is tudja meg én is. Az az igazság, hogy azért kérdezett csak egy dolgot, mert ismeri a többit, hiszen azonosak a játékszabályaink. Vallja be, hogy ilyen lányról álmodott mindig. És most el akar menni? Ezt soha se kérdezze. Négy hónappal később. Csodás. Nem, de ne helyesbítek. Te vagy csodás. Ez egy igazi drága ékszer. Tudod, mint gondolkodtam? Emlékszel, mit mondtál az első este? Hogy ilyen lányról álmodtam. Elárulok egy apró titkot. Nem tévedtél, egy kicsit sem.
elutazom néhány napra. Talán sikerül nyílbeütnünk a repülőgép üzletet. Ha igazán szerencsés vagyok, találok néhány texasi balekot. Izgalmas tárgyalás lesz. Jól vagy, kedvesem? Csak leejtettem valamit. Mi az, illatszerboltot akarsz nyitni? Mi ez a sok kencefice? Igazán nincs szükséged rájuk. Nem is tudom. Pattanásos lett a bőröm. Olyan, mint a kamaszodnék. Te, ha visszajövök, elmegyünk egy tini buliba. Mit szólsz hozzá? Hm? Drágám. Ugye nincs semmi komoly baj. Kis pattanásos. Adj egy búcsú puszit. Kérem, üljön le! Szóval... ez nem rákos megbetegedés. Ez az első és legfontosabb. A leletek alapján teljességgel kizárható mindenféle hormonális megbetegedés is, bár bevallom őszintén, hogy ez volt a feltevésem a legelső alkalommal. A betegsége sajátságos, és meg kell kérdeznem, hogy nem volt-e valami plasztikai operációja? Sosem? Gondolja, hogy eltitkolnám? Nem, dehogy is, csak tudja, a szilikon injekciók, a beültetések és az egész procedúra eredményezhet néha olyan tüneteket, mint amilyennek az önéi. És pusztán emiatt kérdeztem rá, ennyi az egész. Mert tudja, ahogy előzőleg már mondtam önnek, az én szakterületem a bőrgyógyászat. Az ön betegsége talán mirigyeredetű. Azt ajánlom, forduljon szakorvoshoz, én is tudok ajánlani néhányat. Nézze, én csak egy szimpla választ várok egy szimpla kérdésre. Mi történik az arcommal? Nézze, ön rossz idegállapotban. Ne beszéljen, nézzen rám! 48 órával ezelőtt megkaptam minden férfit, akit akartam. Most akár el is áshatom magam. 21 éves vagyok. Hogy fogok holnapra kinézni? Nézze, Miss Wayne, ha van még néhány perc türelme, megpróbálok önnek elmagyarázni valamit. Őszintén, az ön bőre felgyorsult ütemben kezdett megöregedni. Ez nem jelenti azt, hogy a folyamat visszafordíthatatlan, de nagyon fontos lenne, hogy megpróbáljon visszagondolni az elmúlt időszak minden percére. Arra, hogy mikor kerülhetett valami mérgező anyaggal kapcsolatba. Szennyezett vízzel például, vagy gázzal, vagy valami sugárzással. Bármilyen rendellenességgel, ami ezt okozhatta. Miss Wayne! Miss Wayne! Tűnjön el innen! Ne kössön üzletet ezzel az alakkal! Mindent elviszek, itt az állok cédula, visszaadom a $10,000 is! Nem nézte meg elég gondosan, tudja? Azt mondtam, hogy 4 hónap a határidő. 4 hónap ettől a dátumtól 4-e, és ma 5-e van. Rohadt állat. Sajnálom. Rendben, mennyi? Elnézte a határidőt, hölgyem. Tudom, hogy lejárt az az átkozott határidő. Emelje fel az árát, amennyire akarja, csak mondja gyorsan, hogy mennyi. $100,000. Hé, Joe. Itt a kaja. Hé, Mac. Hölgyem. Jössz $2. Igen. Ronda egy banya volt. Kibaszott pénz!
történik itt? Maga kicsoda? Ronnie. Honnan tudja a nevem? Ne mozduljon, mert hívom a rendőrséget! Rendőrség? Kérem, jöjjenek azonnal! Mondom a címet! Uram! Uram, mondaná a címet? Ki maga? Nem ismersz meg, szerelmem? Rólam álmodtál mindig. Ötig zárva van. A francba. Szokott lenni. Ugye mennyire gyönyörű? Azért vásárolom meg más nők szépségét, hogy ő ilyen maradhasson. Ez mindent megér nekem. Nézze, nem tudom, miféle átkozott fétisek segítik magát, nem is érdekel. De nekünk van egy egyességünk. Ide nézze, ezek a holmik többet érnek 100 000 dollárnál. Vissza a szépségemet! Azonnal adja vissza! A szépségemet akarom! Igen. Igen. Visszaadhatom! Vissza tudom adni a szépségét! Ha igazán akarja. A szélhámos nő hidegre tette a Playboyt. Lelőtték a milliómos Ronald Price-t. A barátnőjét gyanúsítják, országos körözést indítottak. Hello, Joe! Itt vagy? Joe! Hello, Mac! Hogy vagy? Olvastad már a mai újságot? Igen, átfutottam. Klasszikus! A hülye tyúk. Azokat az ékszereket rabolta csak el, amiket a fiú vett neki. Azután lelőtte a srácot. A pisztolyt meg ott hagyta a földön. Elég hihetetlen, mi? Találtak új lenyomatot a pisztolyon. Igen, és mást is. A rendőrségi nyilvántartás szerint a nő bárcát váltott ki tavaly. Hogy lehet valaki ennyire korlátolt? Hm? Bárhol is bukkan fel. Biztos, hogy nem kerülheti el a villamos széket. Ördögi pofika, mi? De persze, egy ilyen archoz. Minek az ész? Thank you.
néz a lába elé? Maga gusztustalan, undorító, ronda banya! Szegény Szilvia, hát gyerekek, valljátok be, hogy igaz a mondás, mi szerint a szépség mulandó? Melegen ajánlom nektek, hogy mielőtt árulni kezdenétek magatokat, vessetek egy pillantást a tükörbe!